Néhány hetes szünet után ismét kinyitott a termelői piac. Korábban az MMIK előtt várták a vásárlókat, most a Kőszegi utcában. Biciklivel érkezett a főtérre Jutka, aki már a kezdetektől jár erre a piacra. Most angol szalonnát és kolbászt keresett. Én ősvásárló vagyok, gyakorlatilag az MMIK-nál, amikor megnyílott annak idején, azóta járok már a termelői piacra. Nagyon szeretjük az itteni készítményeket, elsősorban a jákiaknak a termékeit, és nagyon hiányzott most ebbe a pár hétben, hogy nem tudtunk hát igazi házias dolgokat enni. A hentes és füstölt áru kelendő ennél a pultnál. Itt az új termelői piacon is úgy néz ki, hogy azért visszajöttek a régi törzsvásárlók. Egy műemlék épület udvarán szervezték meg a piacot. Termelői villámvásárnak neveztük, hiszen jóval rövidebb, és kicsit meg akartuk különböztetni a piactól, és jó pár olyan intézkedést foganatosítottunk, ami a járványügyi helyzetre való tekintettel lehetővé teszi a biztonságos vásárlást. Belépéskor készfertőtlenítéssel fogadják a vásárlókat. A gumikesztyű és a maszk viselése is kötelező az eladóknak. Továbbá a haladást egyirányosították a területen. A standoknál immunerősítőket is találunk, de a járványhelyzetben a mézet is sokan viszik. Többfajta mézet árusítunk, repceméztől egészen a harmatmézig vagy az erdei mézig. Mindenfajta méznek ugye megvannak a jellemző tulajdonságai, egészségre jótékony hatásai. Jövő héten már biózöldségpalántákat is lehet kapni a termelői villámvásáron. Csütörtökönként 11 és 13 óra között várják a vásárlókat. A szervezők azt kérik, hogy aki teheti, előre adja le a rendelését, így gyorsabb és könnyebb is a vásárlás.